Itt is áll már mellettem Takács Nikolász, hát téged mindenki imádott, a hangodat mindenki dicsérte, Lilla nagyon várta azt a csodás, bársonyos, mély hangodat, és aztán Feró meg azt mondta, hogy furcsa volt, hogy szerinte nem erős ez a dal. Mit éltél meg legbelül? Figyú, majd megkérdezem a Ferót, hogy két héttel ezelőtt miért gondolta az, hogy ez azért a jónál jobb dal, hogy most nem volt jó, hát nem tudom, hát változnak a dolgok folyamatosan az ember életében, nem, viccet életében, szerintem ez egy jó dal. Lehet bár egy jó énekes csak abból tud táplálkozni, ami van, úgyhogy nem én alkotom a dolgokat, én hozzáteszem azt, ami vagyok, szerintem ez egy nagyon jól sikeredett dal. A dal is jól sikerült, meg ugye az előadásmódodat is többször kiemelték, és régebben megjegyezted, hogy ez neked annyira csodálatos, mert a barátaiddal állhatsz egy színpadon és velük zenélhetsz, akkor te itt 3 percig a csodák csodáját élheted meg. Abszolút, is olyan jó lenne, hogyha még koncertezhetnék is, így legközelebb jövök és másfél órát lenyomunk. Szerintem, ha ezt még így sokan hallják, akkor biztos, hogy fogsz. Egyébként mit szólsz ahhoz a változtatáshoz, hogy az elődöntőben lehetőséget kapnak arra az előadók, hogy akusztikus változatban adják elő a dalokat? Szerintem ez elképesztően jó, aztán biztos van, aki nagyon örül neki, és van olyan is, akinek nehézséget okoz. Én úgy gondolom, aki zenész, az kifejezetten örül annak, hogyha élőben zenélhet. Ez a lényeg a zenélésnek. Nyilván ilyenkor kiderül az, hogy az a szakmai tudás van-e mögötte, vagy hiányosabb. Igen, de hát erről szól a zene. Szóval, ha valaki jól tud zenélni, az mutassa meg, hogy tud. Hát jól meg is mutattad, igen, annyira, hogy Barna 10 pontját azonnal neked adta, és azt mondta, hogy ez a hangszerelés, ez monumentális, ez volt a cél? Alapból ez volt a koncepció, a próba folyamat során már nem változtattatok, azonnal meg volt az irány, hogy szóljon most itt a színpadon a dal? Alapvetően Biga annyira jól meghangszerelte az egészet, hogy mi csak hozzátettünk elemeket, hogy próbáltuk szétszedni, és újból valami pluszt hozzátenni, nem kellett belenyúlni, hogy ez így megszóljon. Ahogy most szól, az annak köszönhető, hogy olyan zenészekkel vagyok a színpadon, amilyenekkel, profik, szakmailag ott vannak a toppon, és adnak és motiválnak. Tudod, amikor ott van és érzed az energiát, akkor te is többet tudsz adni. Nagyon jó csapat voltatok így egyben, hiába te állsz elől, ugye ez egy nagyon nagy csapatmeló, úgyhogy én vissza is engedlek téged hozzá. Ünnepeljetek egy nagyon nagyot, és gratulálunk még egyszer.